A Videoton SC 40 évvel ezelőtti UEFA kupa menetelésének állít emléket az a rendezvénysorozat, amelyet Székesfehérvár önkormányzata, a Fehérvár FC és a Vidi Múzeum közösen szervez a 2024-2025-ös idényben. Az emlékezetes szereplés összesen 6 fordulóból állt, ennek legizgalmasabb pillanatait elevenítik fel az egykori csapattagok. Ez egy fél éven áttartó, jó fél éven áttartó menetelés volt. Így azt gondoltuk, hogy egyetlen eseménybe nehéz lenne belesűríteni azt a rengeteg emléket, élményt és örömteli pillanatot, ami kísérte ezt 40 évvel ezelőtt. A nyitó eseményen részt vett Mészáros Attila, önkormányzati képviselő, aki elmondta, nagyon fontos a város életében ez a 40 éves évforduló, hiszen a Vidi UEFA menetelése fantasztikus sportsiker, amelyhez a legtöbb fehérvári családnak személyes emléke is kötődik. Sokan vagyunk, akik nem lehetünk jelen, én magam is akkor még csak 3 éves voltam, tehát nem láthattam élőben ezeket a fantasztikus mérkőzéseket, de nagyon jó érzés látni, visszanézni. Most azt mondom, a szurkolók is így vannak vele, hogy jó érzés ezeket a képeket visszanézni. Hiányérzetünk azt gondolom, hogy lehet manapság, hogy nem látunk ilyen mérkőzéseket, ilyen gólokat, nem lógnak a kandelláberen emberek bizonyos mérkőzéseken, de hát azt gondolom, hogy nagyon változott a sportvilága is az elmúlt 40 évben. A csütörtök esti program az egykori első mérkőzéshez kapcsolódott. 1984-ben a Dukla Praha elleni meccsel kezdődött a fehérvári csapat menetelése az UEFA kupában. A hazai pályán 1-0-ra megnyert párharc, valamint a visszavágón Prágában megszületett gól nélküli döntetlent élték át újra a sportolók egy kerekasztal beszélgetés keretében. Szabó József az első meccs gólszerzője elárulta, hogyan emlékszik vissza erre a mérkőzésre. Ez még nem volt az igazi. Tehát ugye az első fordulót a nemzeti poronton nekünk is, hát izgultunk. Tehát az igazság, hogy sokat jobban tudtunk utána játszani, de hát a lényeg az volt, hogy nyerjük meg a mérkőzést valamilyen szinten, az sikerült. A multidézés a következő hónapokban tovább folytatódik, legközelebb novemberben a Paris Saint-Germain elleni felejthetetlen tripla csata áll majd az események fókuszában.